Máling is beállt, és akkor White fogja, lehet majd az utolsó, aki elfoglalja helyét. Egyelőre még White fog, erre várunk. Suták Csenge a nyerekben bent van. Starter indult a nyeretlen két évesek versenye, Smiling, illetve White Fogel kezd egy kicsit gyengében a többiekhez képest. Az egyik favorit viszont Magical Luck nagyon-nagyon jól indul, és már mellette mögötte ott van a nagy kihívó Big Rock. Magical Luck és Big Rock kettős a frontban, mögöttük a harmadik pozícióban Mentalis galopozik, aztán érkezik Pókerac és a Rizikó párosa, kicsit hátrébb Nirvana, akit szintén erősen játszottak ott az 5.-6. hely környékén. A két favorit már egy komolyabb lyukat szakított a többiekhez képest, belül a vezető hely még mindig Magical Lucky, mellette pedig Big Rock helyezkedik nagyon-nagyon közel, az üldözőpaj pedig nagyjából jó, hát 5-6 hosszas távolságban Mentalis vezeti, aki mellé szép lassan most már Nirvana érkezik. Hát egyelőre nagyon jól futnak a favoritok, szinte zsinórban ott az első négy helyen, a vezető kettős pedig komoly előnnyel jár a frontban. Én mindig Magical Luck vezet mellé, azonban szép lassan most már talán fel fog érni Big Rock, óriási távolság most már közöttük, illetve Mentalist és Nirvana között, és mögöttük is rettetesen leszakadni látszik a társaság a mezőny másik fele. Az utolsó 400 méterre érve belül Magical Luck vezet, folyamatosan támadja Big Rock, Magical Luck és Big Rock, a harmadik pedig úgy fest talán Nirvana éles, sőt Nirvana begyújtja a rakétákat, talán még rá tud szaladni a vezető kettősre, Magical Luck pedig nagyon szépen újítani tud a falon, az utolsó 200 méteren belül rettetesen komoly ez a stílus, amit Magical Luck itt bemutat, hiszen elszórja a többieket a finishben. Magical Luck Goran Mesetovicsre szenzációs győzelemmel kezdi pályafutását. A második az utolsó métereken Nirvánáé lesz, így viszont Big Rock visszacsúszik a harmadik helyre. Magical Lucktól vártuk ezt a jó futást, mindenképpen igazolta is, hogy nagyon-nagyon jó időben tudott kvalifikálni, 46-4-ben, hát ez adta magát. Nirvana előnye pedig annyi volt, hogy volt egy jó verseny a lábában itt, 54-es formával, ugye Big Rock-kal nehéz volt összehasonlítani. Nagyon elindult. Ott van Nirvana, ott nagyon van az a Big Rock, aki Pozsonyban futott, és elvileg nem egy gyenge mezőnyben. És ahogy az utolsó 200-on ellépett Magical Luck, én azt mondom, hogy Tour du Paris mellett mögött itt nagyon, talán a legkomolyabb két éves eddig, amit láttunk a pályán, és ne felejtjük, ez már egy 1400 méteres futam volt. Jó néhány lova van egyébként az eszterungi is talán a Csabáéknak, például a Lali Yanga is már megvillantott oroszlán körmeit, de Magical Luck szerintem még nála is komolyabb, hogy egy mérről van szó. És úgy tűnt, hogy Big Rock ugye megérkezik mellé, és akkor talán majd a befutóban egy látványos csata alakulhat ki a két favorit között. Hát nem volt itt küzdelem az utolsó 200-on. 2-es, 8-as, 1-es. Ismétlem, 2-es, 8-as, 1-es. És persze ők favoritok voltak a többiekhez képest pláne, de hát itt nagyon-nagyon már különbség. Mondjuk az első és a negyedik között, ha jól látom. Tehát az első és a második között is, tehát ez annyira nagy forma. Magical Luck nyilván papíron ilyen Nirvana adja magát jobb híján megállásnak, tehát